Ma este Hídépítők címmel szervez a könyvtár egy rendezvényt, ahol három lenti környéki település mutatkozik be. Melyek ezek, illetve arról kérdezem Lapot Gabriella könyvtár igazgatót, hogy hogyan sikerült Lentibe szervezni ezt az eseményt. Mint minden magyarországi könyvtár, október első hetében az októberi könyvtári napok alkalmából sok-sok programmal készülünk a helyi lakosságnak. A könyvtári hét idei szlogenje a Hídépítők, a könyvhíd, a könyvtár, ami összeköt, és ez nagyon kapóra jött nekünk egy régi tervünkhöz, hogy a hozzánk tartozó 50 kis település könyvtárosait és könyvtárait elhívjuk ide a lenti könyvtárba, és akkor rajtuk keresztül a települések is bemutatkozhatnak nálunk. A ma este folyamán a három település egy színes összeállítás keretében mutatkozik be. Sokféle programmal készültünk, a három polgármester bemutatja a saját települését, és mindeközben a Szentgyörvölgyi és a Nemesnépi színjátszók rövid színdarabokat fognak előadni. Én sokat beszélek, kérem. Én egy szűkszavú ember vagyok. Erre már az anyám tanított. Aki szegény, tavaly halt meg egy ártatlan vakbél operációból kifolyólag. Ez engem nem érdekel. Csak úgy mondom, kérem, hogy én véletlenül egy szűkszavú ember vagyok. Kérem, tudom én méltányolni a tisztelt hivatalnok urakat, akik nyakig ülnek a munkanélküliségben, és nincs idők ugye a társalgásra, mert az anyám mindig mondta, aki szegény tavaly halt meg egy ártatlan vakbél operációból kifolyólag. Azt mondta, döncikém, ha valami hivatalban van dolgod, gyorsan, tömören mondjad el azt a mondókára, mert azoknak az éhenkórász hivatalnok uraknak semmire sincs idejük. Kérem, micsoda hang ez? Hát kérem, kikérem magamnak. Kérem. Októberben több programmal, rendezvénnyel készül a városi könyvtár a látogatóknak, illetve az érdeklődőknek. Mik ezek? Úgy terveztük a programokat, hogy minden korosztályt meg tudjunk szólítani. A legnagyobb sikerre úgy gondolom, hogy a beszabaduló szoba számíthat, amit lelkes kollégáim szerveztek és raktak össze. Erre általános iskolás korosztálytól kezdve mindenkit várunk, aki játszani szeret. Hát mind a három falu legfalu. Az egyes falu Nemesnép legfalu, a legnagyobb őrségi harangláb található Nemesnépben. No, vajon akkor hova tartozik Nemesnép? Szentgyörgy völgyön található az őrség legnagyobb református temploma. Kérdés, hova tartozik Szentgyörgy völgy, őri Szentgyörgy régi nevén szeres településként? És mindenki mondja, nyilvánvaló, hogy az őrség. Nem volt ez mindig ennyire egyértelmű, mert hogy hogyan és miként valahogy ez a három pici falu lecsúszott az őrségi, ma így mondanák modern, hogy brandről, ugye? Málóföldnek van az őrségben a legnagyobb, leggazdagabb sökfás temetője. Senki nem gondolná. Valaki szerint a süveg szó lekopásából keletkezett a neve, mások szerint viszont a Szentgyörgyvölgy környékén ma is használt nagy fakalapács, amivel cölöpöt vernek le, azt ma is suknak hívják. A Baba-Mama klubot is szeretnénk elindítani ebben a hónapban. Ennek az első rendezvényére a bölcsőde vezetőjét, Reistetter Andrát hívtuk, aki válaszolni fog azoknak a szülőknek a kérdéseire, akiknek a gyereke a bölcsődébe iratkozás előtt áll. Pénteken egy irodalmi délutánnal készülünk, ahol Utasiné Horváth Zsóka fogja vallatni Baléj Endre íróköltőt és Szondi Györgyöt, aki a Napút folyóirat szerkesztője és a Napút kiadónak a vezetője. Komolyan mondod! Szeretlek. Prémium nélkül is szeretlek. Szeretném. Hát ide figyelj. Te ezt most komolyan mondod? Tessék, így van, 1000 forint, még hogy én nem bírok a fiatalokkal. Tessék, így van, még 1000 forint, még hogy én öreg vagyok. Tessék, így van, még 1000 forint, vedd tudomásul, ez a prémium, még hogy én öregszem. Dehogy öregszel, felveszed még akárkivel a versenyt. Ezt most itt ünnepélyesen elismerem. Elismered? Komolyan? Komolyan. Október 8-án, vasárnap, könyves vasárnapon a helyi óvónénikből verbúválódott Napsugár bábcsoport 2 előadást is tartani fog 10 és 11 órakor, mind a kétszer a Kolontos Palkó történetét fogják előadni.